kérni az edzőket, hogy röviden értékeljék a mérkőzés tapasztalatait. Elsőként természetesen a vendégekre szól. Hát én elsősorban azt szeretném mondani, hogy hoztunk a kötelezőt. Én tudom, hogy Veszprém mindig kelemetlen ellenfél volt a Paksnak. 12 év után ez az első győzelem a Paksnak itt. És azt gondolom, hogy ez a mai meccs után fogunk emlékszeni az eredményre. Első fél idő uraltunk a játékot egész végig. Első fél idő volt egy pár szép dolog, volt iram is, második fél időben lementünk ugyanúgy, mint az ellenfél, ami természetes is, azért már szombaton komoly meccsek várnak ránk, ahogy nekünk, ugyanúgy a Veszprémnek, és már arról is gondolkoztunk mind a kettőt, úgy gondolom. És gratulálom a csapatnak, a Veszprémnek tényleg sok sikert kívánom a bajnokságban, azért tetszik, hogy játszanak, van elképzelés, és látom sok minden pozitív, főleg első fél időben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és a következő szeretném mondani. Valóban úgy van, hogy én falra tudnék mászni, amikor NBA csapatot vezetőzi, azt mondják, hogy a mi csapatunk mindig győzelemre játszik. Mondjanak olyan edzőt vagy csapatot, aki nem győzelemre játszik. Természetesen mi is győzelemre akartunk játszani és tovább jutni, de van realitás és van rózsaszín álom. Na most azt is el kell mondani, hogy a Paks első félidőben is és a másodikban is annyit adott ki magából, amennyi a biztos továbbjutáshoz nekik elegendő volt. Lehetett érezni, és én tudom, hogy egy videóton ellen készülnek, tehát ugye ha nagyon kellett volna, akkor ugye többet tudtak volna kiadni magunkból. Viszont ami nem mentegetőzés, hanem a realitás, hogyha most mi a kezdő 11-en játszunk, lehet, hogy szorosabb a mérkőzés, lehet, hogy esetleg hosszabbítás is van, viszont az én játékosaim rövid a kispadunk, és a kezdő csapatból most, hogy tulajdonképpen a végén egyedül a Hevesi Tomi az, aki majd Tatabányán kezdeni fog. Első időben 7 játékos nem lesz ott a pályán Tatabányán, a másikban egyedül a Hevesi Tomi, aki most végig játszott. Tehát én tudtam azt, hogy nekünk most valamit föl kell áldozni, annak kéne győzni akartunk. De még egyszer mondom, hogy a Veszprém futball jövő attól függ, hogy ez a csapat ott lesz az ötbe, vagy nem lesz ott. És hát valóban lehetőséget akartam biztosítani azoknak a játékosoknak, akik alig játszottak, vagy minimális perceket töltöttek a pályán. Most kiderült ugye, hogy ugye kire lehet számítani, és hát eddig engemet igazolt, hogy az a jó döntés, akik eddig játszottak, mert senki nem tett rám olyan benyomást a csapatból, akire hosszú távon vagy kezdő csapatba követelni magát. Gratulálok a Paksnak a továbbjutáshoz, sikerek kívánok nekik a következő mérkőzésre. Nagyon örülnék, hogy a videótont elkapnák, én biztos, hogy abban van esélyük látni, hogy ez a csapat azt játsza, amit a kupában, a nemzetközi kupában az elmúlt bajnokság után szerepelt, hiszen én úgy gondolom, hogy talán ezt is nyilatkoztat, hogy az a csapatra alapozod, aki ugye a nemzeti porondon. Jó csapatuk van, biztos vagyok abban, hogy a bajnokságban nehéz lesz nekik az első háromba kerülni, hiszen azért legyünk őszinték, egy Győr, egy Videoton, egy Debrecen nagyobb mértékű játékosaik pénzügyi háttérrel rendelkeznek. A Paksnak, ugyanúgy, mint a Kecskemétnek, egy lehetősége van a nemzetközi porondra, a Magyar Kupa. Én tudtam, hogy ők komolyan veszik, az edző kolléga szinte azt lehet mondani, hogy közel az a csapattal játszott, ugye 3-4 kivétel, aki bajnokin fog játszani, gondolom, de nekik a nemzetközi szereplés biztos, hogy benne van, hiszen ugye a Kecskeméttel már megmutatták, hogy úgy lehet kerülni a porondra. Én gratulálok még egyszer, valóban megtalálták önmagukat az új edzővel a Paks játékosai, azt játszák, amit tudnak, annyit adnak ki magukban, ami kell a győzelemhez, nem akarom egymást dicsérni, további sok sikert kívánok. Mi meg Tatabányán mindenféleképpen nyerni szeretnénk, és nyerni is fogunk, én úgy gondolom. Köszönöm.